A kriptóban van egy olyan kereskedési forma, ami nem hordoz árfolyam kockázatot. Hogy lehet ez? Hát tudjuk, hogy van az azonnali piac, megveszünk egy kriptóeszközt, tartjuk, abban a reményben, hogy felmegy az ára, de ha lemegy az ára, akkor veszteséget realizálunk. Ha ezt esetleg tőkeáttétellel tesszük, és nincsen kockázatkezelési eszköztárunk, akkor még el is veszíthetjük azt a teljes összeget. Na nézzük, hogyan tudunk árfolyam kockázat nélkül kereskedni. Hát kihasználjuk azt, hogy az egyes kriptóeszközök ára a különböző tőzsdéken eltér. Ezt hívjuk arbitrázsnak. Ez létezik a hagyományos piacokon is, viszont a kriptopiacon jelen van, folyamatosan találkozunk vele, főleg a közép és a kisebb kategóriás altcoinoknál. Miből adódik ez? Előfordul, hogy például egy adott kriptoeszköz ára az egyik tőzsdén 4,4 dollár, míg egy másik tőzsdén 4,8 dollár. Hogyha szemfülesek vagyunk, megyünk, megvan az információnk, megvesszük azon a tőzsdén, ahol olcsó, gyorsan átküldjük arra a tőzsdére, ahol el tudjuk adni drágábban, és ezzel valójában egy arbitrás kereskedést hajtottunk végre, és a végén távozunk pár százalékos profittal is. Természetesen az arbitrás kereskedésben mindig stablecoin párokat keresünk, vagy USDT, vagy USDC, viszont hogyan találjuk meg azokat a párokat, hogy melyik tőzsdén olcsóbb, melyiken drágább, milyen blokkláncon tudjuk kihívni az adott tőzsdéről, ahol megvettük, és milyen blokkláncon tudjuk átküldeni arra a tőzsdéről, ahol el tudjuk adni. Mert ugye a lényeg a gyorsaságban van, és hogy ehhez meglegyen a megfelelő információnk, mert akkor, hogyha naponta jó pár ilyen trédet bonyolítunk, akkor akár egy havi 8-10-15%-os profitot is el tudunk érni az arbitrázsos kereskedéssel. Ez nagyon egyszerűnek tűnik, viszont hogyan álljál neki? Annak idején, amikor elkezdtem, akkor még csak pár száz kriptokoin volt, de mire átbújtam a CoinGecko-t, CoinMarketCap-et és megtaláltam azokat a párokat, hogy az adott kriptonál mikor van eltérés, hát már kihúvott a szemem, annyit néztem a monitort. És most, hogy több ezer coin van, hogyan lehet megtalálni, amikor percenként jönnek ezek a lehetőségek? Egyszerűen képtelenség. Ezért kerestem és találtam egy olyan rendszert, az Arb Money-t, ami az összes tőzsdét folyamatosan pásztázza, és up-to-date, frissíti, valós időben hozza az információkat, hogy hol van olyan lehetőség, hogy eltér az ár, ezért hol tudom legolcsóbban megvenni és drágábban eladni. Nézd meg az arbmoney.com weboldalát, próbáld ki, hogy hogyan megy neked ez a kereskedés, és várunk majd téged a webináriainkon, ahol ezt részletesen be is mutatjuk, élőben is fogunk kereskedni. Köszönj a lájkot, találkozunk a következő videóban!